Elutasította Izrael az USA, Franciaország és további 10 szövetséges állam 21 napos tűzszüneti felszólítását. Izrael Katz külügyminiszter csütörtök délelőtt X-en bejelentette, nem lesz tűzszünet. Mint írja, Izrael minden erejével folytatja a Hezbollah elleni harcot a győzelemig és az északi lakosok biztonságos hazatértéig. A kormányfő eddig személyesen nem reagált a tűzszüneti felszólításra. Hivatala csupán annyit közölt, hogy a hadsereg folytatja libanoni offenzíváját. Csütörtök kora reggel az izraeli miniszterelnök New Yorkba utazott, hogy beszédet mondjon az ENSZ közgyűlésének 79. ülés szakán. Netanyahu a héten a libanoni eseményekre hivatkozva halasztotta el utazását. Tehát folytatódtak a libanoni légicsapások. Izrael szerint 75 Hezbollah célpontot ért találat, a libanoni hatóságok legalább 13 halálos áldozatról számoltak be. Mint azt az izraeli hadsereg közölte, hétfő reggel óta több mint 300 célpontot támadtak Libanon szerte.